Mario Kart 8 Deluxe. Ahogy Mario is mondta, ez a Mario Kart 8 Deluxe. Imár a 8-at nyerre a csatornám. Szevasztok. És a mai terv az nem más, mint hogy törekedjünk arra, hogy mi hamarabb arany felszereléseink legyenek. Arany glider, arany kerék és arany járgány. Nem lesz egyszerű. Legutóbb már elmondtátok, hogy hogyan lehet ezeket megszerezni. A Gold Gliderhez 5000 coint kell összeszedni. Ez nem tudom, hogy hol trackelődik, de 5000 coint kell összeszednünk. Összesen. Aztán össze kell szednünk... Nem. Pontosabban meg kell nyernünk az összes single, tehát az összes kupát meg kell nyernünk ahhoz, hogy arany legyen a kocsink. 150 CC-nél és Mirror-nál az összes Grand Prix-et meg kell nyerni. És az arany kerékhez pedig le kell győzni az összes szellemet a Time Trial-ben. 150 CC-nél. Nem lesz egyszerű. Én Time Trial-el fogok most kezdeni. Talán az a legegyszerűbb, és talán ott látszódik leghamarabb a siker. Ja, értem, Fumi Rossi. Nem is vettem türelmetlenkedésnek. Ó, tudunk választani több link közül. Én most Mario-val kezdek. És az alap cuccokkal. Ma single player, ezzel pedig az helyzet, hogy legutóbb nagyon motiváltatok ezzel, Fumi Rossi, hogy hogy ezt toljam. Szerintem itt jól állunk amúgy. Mondjuk itt hogy állunk? Aha, itt ahogy látom, le kell győzni Váriót. Ott legyőztük Luigi-t. Javítsatok ki amúgy, hogyha hülyeséget mondok. Szerintem itt rajta se vagyunk. Hát nem tudom. Megyünk egyet, és akkor kiderül, hogy mi van. 1.57, az jó. Ha nem megy, most nem megyek kávézni, de utána tudom mondani, hogy hogyan tudod megverni a ghostokat. Oké. Majd mondjátok nyugodtan. Én most mindegyiket letolom. Hát itt már magamat kell megverni, az jó. Kiesett a szellempaci tegnap benn? Na, gratula. Rossz volt amúgy a startunk. Ez nagyon rossz volt, ez a fordulás. Szevasz, pulyka tojás, szevasztok srácok.
Ez így, hogy nem lett boostos, ez nem érte meg. Na, tök jó. Ez itt egy kétórás videó. Egy kétórás videó arról, hogy hogy lehet legyőzni az összes ghostot. És vajon mennyi idő volt a sásznak? A sász 1.50 a 39 alatt csinálta meg. Igazából... Jó. Annyit puskázok, hogy megnézem már, hogy a srác ez milyen módot indított. Race against Ghost. Aha, szerintem jók vagyunk. Ugye a change course kellene nekünk. Nekem kiesett már a háromszor vagy négyszer is ez a szellemparipa benne, úgyhogy én mázistának mondhatom magam. Luigi! Kettő, 11, 262 van, lenyomjuk. Igazából csak javítunk, meg tapasztalatot, skillt gyűjtünk a kezünkbe. 2 óra 42 lenyomni az összeset. Ú, bakker. Oké. Okay. Ez nem volt a legjobb start. Jók vagyunk. Az igen, 2,5 másodpercet rávertünk a másik szellemre. Most nagyon a kezünkben van, srácok, a játék. Jézusom, 6 másodperc. Hát most ez itt nagyon nagyot megy, srácok. Az egyet, hogy Fumirossi olyan tanácsokat adott, hogy így menjünk a belső sávba, és így rögtön jó lett a dolog. Én nagyon noob vagyok itt az autóversenyes dolgokban. De ez nagyon hasznos tip volt. Az helyzet. Azt mondtam úgy, hogy a lehető legkevesebbet kell repülni. Mennyit javítottunk? 11 másodperc. 11 másodperc. Nekem 78 plusz 84 szint alatt nem, hanem tegnap Neutron boostolt nekem egy rugót, arra meg az első légion. Vagy hogy rugózol benn. Na, azt csináljuk, hogy change course. Szerintem az jó lesz. Ja, de ilyenkor nem vált karaktert, mi?
Ha nem vált karaktert, akkor kilépünk. Aha, végül is lehet így karaktert váltani. Let's go, Peach, let's go! 2.24. Én kell próbálni, meg szerintem ez lesz a seasonal karakterem. Akkor én nem mondom el benn, hogy tegnap elkezdtem húzni egy újabb nekrót. De az csávó nekró. És egy másik buildet próbálok velem. A Blood Mist-es buildet próbálom vele. Azt hiszem 17-es a karakter, és brutál jól néz ki. Szia, Astro! Ez őrült nagy fire volt. Ez 9 másodperc? 9 másodperc ráveltünk a Ghostra? Azt hiszem 14 másodperc. 13. 13 másodperc! Csak így elkezdtünk játszani a játékkal, és olyan hatalmas rekord döntögetések vannak. Köszi szépen. Daisy! Kettő szárom. Daisy! A startjaim nem a legjobbak. Egyébként. Úristen. Jó időbe kell nyomni amúgy a gázt. Már jó pár alkalommal elmagyaráztátok, hogy mire kell figyelni egyébként. Tehát, hogy mikor kell elengedni, amikor a kettest mutatja, de hát nem igyeztem meg. De a kettest kell figyelni egyébként. Az a trükk.
Ja. A kettesnél kell elkezdeni? Aha. Igen, és akkor így lehet mi hamarabb leérkezni, hogyha nyomom az előrét. Sziasz, Kárcó! Köszi, köszi. Na, hát ez 11 másodperc. Jó, change karakter. Rosalina. És akkor mehetünk tovább. Van egy... Na várjál! Nino Show. Jaj, meg azt hittem az én vagyok. Itt mutatja, hogy kinek a szellem ellen lehetne küzdeni. Na persze. Három, kettő. Aha. Nagy kedvenc amúgy ez a pálya. Ezen nagyon szerettem a time trial-t. Majdnem 9 másodperc, mi a fene? Azt hogy? Azt hogy? Hogy verek magamra 9 másodpercen? Megharapott a virág, de hát annyi szar. Négy. Hát most nagyon nagyokat megyünk. Biztos az ne, az a különbség, hogy most nincs rajtam szemüveg. Konkrétan megelőztük Nin akárkit is. Neki 2.08 volt. És 22 másodpercet vertem magamra. Magad ellen mész, nem a készítők szellem ellen? Magam ellen. De azért, mert ezeket a pályákat már nyomtam. Az baj. Fumiroszi. Racing those stuff ghost for personal best. Aha. Ó, oh, basszus.
Tanuki Mario. Megnézzük gyorsan. Aha, tehát ott az 1.30-at kéne megcsinálni. Aha, aha. Nem, csak én mindig a készítettem be, hogy hozzánk képes lássam, hogy hogy állok. Na, ott sikerült megverni a készítőt. Szóval akkor a készítőket kell megverni. Jól értem amúgy. Aha, hát ez gond. Az gond, oké, oké. Akkor most erre odafigyelünk jobban. Na, itt csak a készítő van. Tehát 2.29-et kell menni. Nagyon jó a start. A shortcuton jött, hogyha minden igaz. Az probléma. Egy hiba, nem a világ vége. Hú, nagyon beelőzött. No, hát ezt előre kezdjük. Aki úgy gondolja, hogy vicceket kell írni indokolatlanul a chatre, az inkább ne tegye. Oké, jó a start. A szívás, arról lemaradtunk így. Mondjuk lehet, nem is baj. Ha ezt szúrtam már legutóbb is. Tehát a stavgosztokat kell legyőzni. Hú, ez borzalmas. Itt lesz jó pár restart. Ne!
Most nem indultunk jól. Itt olyan furán fordul. Gombákkal bárki tud nyerni. Gábor. Ő nem tudom, hogy hogy fordul így. Az a gond, ez már túl nagy előny. Ez már túl nagy előny. És még csak nem is jól indultunk. Azt nem vágom, a füvön hogy megy át úgy, hogy nem veszít nagyon a sebességében. Ott gombázni kéne, ha. Itt direkt le is lassítottam. Már megnyertük gomba nélkül amúgy. Nyertünk egyet. Aha, tehát ő itt átvág gombával. Ez nagy csalás. Hát, hogyha használni kell, akkor lehet, hogy használjuk. Hát, ez itt offos így. Ez egy nehéz pálya. Ezt a sarkot amúgy hogy lehet bevenni olyan jól. Szóval így, aha. Yeah.
Hát ez... ez olyan fura. Nem baj, hozható. Szerintem még hozható. Édes Istenem! Jó, hát így, így már biztos nem. Ez már túl sok hiba volt egyszerre. Ez túl korai, nem? Ja. Jó, így, így, még... Tehát ezt most meg tudtam fogni. Sokkal gyorsabbak voltunk. És így nem ment el a villamos időben. Ez túl sok hiba. A végén ott nem tudom, hogy hogy lehet menteni a helyzetet. Az a gond, már nincs több gombánk. Valószínűleg amúgy hagyni kéne ezt a skippet, vagy ezt a shortcutot. Nem sokkal, de sikerült. Kár, hogy gombát használtam hozzá. Miau. Na, 2.14. Most ez a terv, hogy azt elérjük. Itt lehet ugrálni. Ez nagy hiba itt. Nem baj.
végigmegyünk egyszer a pályán. Ó, ez itt most nagyon nagy előny neki. Fura vagyok szemüveg nélkül. Itt már hamarabb kellett volna. Tűha. Na jó, ezt inkább kezdjük előre. Füles nélkül még furán vagyok? Nehogy levegyem. Most ez jó volt. Még hamarabb kell elkezdeni nyomni. Ah, és akkor ő ott nyomott egy shortcutot. Egy másodpercet javítottunk. És ott nyomott még egyet. Jézusom! Na tessék! Ez most nagyon jó start. A kettő jó ugratán sikerült hozni. Valami ilyesmit kell amúgy csinálni, csak sokkal hamarabb ki kell jönni. Vagy később kell nyomni. Aha, és akkor ő itt levág egy ilyet, aha. Nem tudom, minek nyomtam gombát, teljesen fölösleges volt. Jézus. Haló? Édes Istenem, hát rossz fele kezdett el driftelni. Hát ez borzalmas volt. És már ugye nem volt gombám, hogy korrigáljam.
Most amúgy jót megyünk, nem srácok? Ilyet mondok, azt rögtön elszúrom. Jónak tűnik az két hiba egymás után. Eddig tudtam nyerni izék nélkül is. Ó, értem. Szóval eddig tudtam nyerni gomba nélkül is. Majd vissza kell menni még az elejére is. Ezt a pályát is szeretem. Hűha! De ezt miért szórom most el itt? Itt volt pár hiba. De elsőre meg lehetett volna. Tehát például a vízbe teljesen fölösleges nyomni a gombát. Ja, ő valami nagyon durva shortcutot nyomott ott.
Aha. Aha, látom. Látom, hogy hol nyomja. A legjobb start. Kicsit rontott most. Azt hittem, hogy nagyon menő vagyok. Hát ez itt most kellett, ez a második gomba. Ha ügyes lettem volna, akkor nem kell. De nem voltam az sajna. Az a gond, mert nincsen gomba. Reméljük neki sincs már. Nyomtam pedig, hogy speedet adjon, de nem adott speedet. Valószínűleg amúgy rosszka nyomtuk. Három másodperc. Na ez a nem mindegy.
semmi gond. Az erőny... Itt amúgy el kellett volna bombázni. Az erőny nálunk. A gomba nálunk. De itt ilyenkor nem ugr... Az a gond, ha itt már nincsen boostom, akkor... Ezt nagyon nem érzem. Hát itt hiba-hiba hátán volt a végén, sajnos pedig nagyon szép volt. 3 másodperc előnyünk volt. Nem tudom, hogy ilyen előnyünk lesz-e még. Jó. Hát ez 1.33. Nem baj, ez még 2 gomba. Ő felmegy most. Túl korán nyomom el. Hát ezt így, hogy fölemelnek, ez nagyon sok másodperc. Köszi, köszi, fés. Jó start. Ez most nem volt jó, itt ez a kanyar. Jó, ez most jó volt. 2 másodperc. Nem volt ugrás a végén. Jó.
Jó, így még szerencsére ez a hiba is belefér. Oké. Szevasz, Létó, szevasztok, srácok. Ja, izgi lett a végem. Köszi, köszi. Hú. Tód. Hó, és akkor megyünk át a Star Cup-ra. Aha, 220-at kell megcsinálni. Jönnek azok a pályák, ami már nem sokat játszottam. Itt is majd kell shortcutot használni. Itt lehet shortcutot használni. Mert itt ugrathattam volna. Elsőre. Konkrétan elsőre. Köszi, köszi. Kupa, trupa. És akkor a Dolphin Schwalz. Nem azt akartam. Hát igazából így is jó. Miért váltasz mindig karaktert? Hát... egyrészt látni akarom mindegyiket. Másrészt a vodba sokkal könnyebb menedzselni a dolgot, hogyha látom, hogy mikor ér véget egy kör. Így, hogy timestamp-elve vannak ugye a vodok. Majd újra kell kezdjük, hogy ugye itt legyen a ghost.
Hűha. Jó, nyomunk egy... egy ilyet. Most nem tudjuk ugye, hogy mi az idő, amit így hozni kell. Itt lesz, le kellett volna vágni, már látom, hogy hol vágná le a bot. Ja, semmi gond, tehát kérdezz nyugodtan, Fomirosz, nincs ebbe semmi rossz. Na nézzük, elég-e ez a 2.19 ahhoz, hogy megelőzzük a staffot? Erre kíváncsi vagyok. Aha, 2.14,8-at kell menni. Ja, hát igen, ebbe volt jó pár hibázás. Itt nagyon belehúzott. Két másodperc. Ja, igen, igen, a cápa szakaszon jobbra megy. Ja. Oké. Okay. Az a gond, hogy ez nem lett volna win. Hát így se. Így se.
Hát ez nem a legjobb start volt. Ennek így semmi értelme nem volt, mert nem kaptunk belőle boostot. Hát éppen hogy. Éppen hogy. Jó, hát ez éppen hogy. Az első kanyar nagy nehéz, én ott nem szoktam drifteni, inkább csak finom kanyarzás, hogy ne veszítsek tempót. Ja, ott nem is értem meg egy utoljára driftelni. Ahhoz sokkal erősebben kell bevenni, és nem nyerünk rajta annyit, ja. Köszi, köszi. Shy Guy. Természetesen a piros. Na, 2-21. Nem használtunk gombát. Itt is lehet egy skippet nyomni. Mi az shortcutot?
Nem baj, hogyha ezt nem nyerjük meg, srácok. Tapasztalat az jön. Na itt kellett volna a skippet nyomni. Az első körünk pedig amúgy nagyon jó volt. Túl sok gomba lehet elhasználva. Most hát előrébb van. Hát ez mehet is a restart. Túl sok hiba. Az ütközés ez nem segített a helyzetem. Ezt én nem tudom, hogy kéne jól bevenni. Nagyon sok ütközés volt. Ez kemény falat ez a pálya, pedig azt hittem, hogy könnyebben fog menni.
Ezt nem vágom. Ezt nem vágom. Hogy a fenébe lehetne ott jól bemenni. Most a startunk se volt a legjobb. A busz az coinból megy? Nem. Az otthon bal felül. A gombából megy. Szevasz, pocó. Ez boost-tal. Ez a kék cucc. Azt hiszem most sikerült. Túl hamar nyomtam meg. Hát ez már nem lesz meg. Most először sikerült jól bevenni. Azt hiszem. És akkor sokkal jobb nálunk. Oh no.
Hú. Köszi, köszi. Kaptam a Magyar Postáskem SMS-t, majdnem benyelted. Igen. Nekem olyat küldtek, ma 6:40-kor. Magyar Posta csomagja kézbesítésre vár, kérjük erősítse meg a VAM befizetését. És így küldött egy linket, amit most nem fogok szándékosan beolvasni, de hogy így... Felváltva van benne magyar és angol szó, de hogy így semmilyen kód nincs benne, és ott vagy. Tehát, hogy én ezeket a szkemmeket, ezeket így szerencsére átlátom, de hogy így azért legalább egy kódot küldhettek volna, úgy talán hitelesebb lett volna a dolog. Egy kicsit hitelesebb lett volna a dolog. Ugye ezt kaptátok ti is? Posta pay now, nem scam, batchso.com. Jaj, biztos, hogy nem, Rosalina. Lucky 2. És akkor most megy a Mount Wario. Ez hatalmas szívás lesz ez a pálya. Szerintem itt leszünk egy 20 percen. Tehát 2 perc 3. Hűha, ez mehet újra. Ez nagyon nagy pálya, az egyik kedvenced? Menő a pálya, csak szívás megcsinálni. Jó, hát ezt akkor nem driftelünk itt. Most nagyon jó. Jó, az a helyzet, ő sár jobban. De ilyen tuti skippeket nyomat. Jó, hát ez így offos. Mindig zero assist-tal mentél, az nem tudom mi. Az mit jelent, Fumi Rossi? Fönt azok a izék? Azt nem tudom mit jelent, amik ott vannak fönt. Azok a beállítások. Oké. És még a végét nem is láttuk ennek a pályának.
Csak az egyharmadát. Jó. Szerintem ez így jó volt. Megkérdezzétek, ez hogy sikerült. Ez a véletlen műve volt. Hagyjuk már! Ez felejtős amúgy. Oké, szóval majd valami ilyesmit kell. Az helyzet nem vette be a... amit be kellett volna. Nem vette be a driftet. Jó, talán még amúgy nem vészes. Jó, hát akkor ezt csak gombával lehet megcsinálni. Oké. Okay. Jaj. Mondtam, hogy itt leszünk. Egy jó ideig. Ez nem jó. Az helyzet, hogy ez nem jó. Én azt a felső részt azt így nem tudom megcsinálni.
Mert nem sok értelme volt, amit itt csináltunk. Hát ennek sem. Ott az ugratot meg mindenféleképpen el kell kapcsolni. Ment, hogy el kell kapni. Ez most eddig a legjobb körünk. Az helyzet, hogy az SMS az eléggé elavult. Már... Rég az SMS2-t kéne használnunk. Ameddig a forgalomban lesz az SMS, addig sajnos ilyenek lesznek. Vagy kéne rá valami hitelesítés, mint ami az e-maileknél már 1000 éve megy. Ez unlucky.
Az ugyanolyan, mint az előző. Azért, mert a csalók, a feladók, azok bármilyen számról tudnak SMS-t küldeni. És ameddig bármilyen számról tudnak SMS-t küldeni, addig ilyen csalások lesznek. Szia, Adria második! Most jól lát. Van egy pici előnyöm. De csak pici. Ja, hát ez majdnem 20 perc volt. Jajam, szoros volt. De meglát, srácok. Szépen haladunk az aranykerekek felé. Abban majd tudtok segíteni, hogy holtam megnézni, hogy mennyi aranyat szedtem már össze. Na itt van egy 2.36 és a 2.19 ellen kell versenyezzünk. 0,025 másodperc volt? Hát... Oda nem akarok visszamenni még egyszer. Hát ez... jó, ez... Az ott full csalás volt. Jó, ott valami shortcutot nyomott, ha jól láttam.
Jó, és ezt most elszórtuk. Konkrétan you lose. De legalább új egyéni rekord. Gonzo, köszi szépen a 15 hónapot. Itt újra étkeztünk. Srácok, beregjenek a szfegek. Ja, hát alapvetően nehéz átvernie egyébként a magyarokat abból a szempontból, hogy nem olyan könnyű magyar szöveget küldeni. Mert hát igen, magyar szavak jelennek benne meg, csak magyartalanul. Még sose kerestek scammel? Mázista vagy? Nem tudom, hogy milyen adatbázis szivárgott ki, vagy hogy kiadtál az adatokat. De a két számomból nekem is csak egyre jön. Ez is nagyon kemény pályának tűnik, basszus. Szóval, hogyha mondjuk Facebookon olvasom a random kommenteket, olyat nem csinálom. Arra már rájöttem pár éve, hogy ez felesleges. Általában az értelmes emberek azok nem szólalnak meg kommentekben. Mások posztjai alatt. Hülyéket meg nem akarok olvasni. Legalábbis az én ismerőseim közül. Az helyzet, mondom még egyszer, mivel nincs semmiféle hitelesítés a feladó részről, ezért úgy verik át az embereket, ahogy csak akarják. Ez amúgy jobb, mint az előző. Két másodperccel. Tehát amit például Jani is kirakott tegnap Twitterre, hogy megpróbálták átverni. Hát konkrétan az MKB, vagy nem is tudom kinek a hivatalos számáról történt meg a dolog. Fagyja kéren a shortcutot ki kéne használni? Oké. Okay. Azt vágom, hogy az OTP volt, de hogy a szám akié volt,
az MKB volt, tehát ott írták alatt a kommentbe, hogy konkrétan a, ja, a halálom azt kellett volna nyomni. Ennek a driftelésnek semmi értelme nem volt. És akkor ott a shortcut. Jó. Ennek a driftnek még mindig nem volt értelme. Na, meg kell próbálni ezt a skippet, ezt a shortcutot. Oké, most jó volt. Most maxi koncentráció van. Ne! Ezt újra kezdjük. Pillanat. Na szóval. Most megnézem. Mert nem hagyja nyugodni a dolog. Tehát... Tehát a Magyar Nemzeti Bank számáról hívták Janit. Érted? Tehát, hogy... tehát, hogy OTP-s és az MNB-sek hívták. Szóval, hogy értitek? Tehát ameddig bárkinek ki tudod magad adni, addig ilyenek lesznek. Honnan szivárognak az adatok? Hát onnan, ahonnan nem ismerik be, hogy tőlük szivárogtak. Tehát, hogy egy csomószor feltörik őket, lehet, hogy nem is tudnak róla. Vagy csak nem akarják, hogy tudjanak róla. Biztos egyébként, hogy... A francban. Biztos egyébként, hogy... Jó, ezt újra kezdem inkább. Tehát biztos egyébként, hogy egy csomó szolgáltatónkat már meghackelték, és nem szóltak róla, hogy amúgy meghackelték őket, és kikerültek az adatok.
Tehát ez jelenteni? Nem tudom amúgy, hogy erre milyen protokoll van. Basszus, itt nem ugrattam. Alakul amúgy. Lehet-e feleszteni a kocsit? Nem, csak cserélni az alkatrészeket. A kocsit, tereket, glidert. Na, ezt inkább előről. Meg tudod nézni, melyik e-mail címen szivárgott ki és milyen... És pontosan milyen adattal? Hát itt az a gond, hogy nem az e-mail címünk szivárgott ki, hanem a telefonszám. Ezt nem hiszem el. Téged a DLS-ek keresnek, Adrin?
coin direkt nem szedünk. Be kell gyorsítsunk majd. Biztos, hogy szivárgás gyap-gyap az alapján, hogy az egyik számom az folyamatosan kap ilyen SMS-eket, míg a másik egy darabot nem kapott. De amúgy igen, simán lehet, hogy valaki csak simán végigküldi az összes számon, ami így létezik. Létezhet. Több driftelést kell bevállalni, az a helyzet. Még van egy gombánk. Fú. Fú.
Na, ez legalább egy jó start volt. Viszont egy rossz ugrás. Ez nagyon kegyetlen ez a pálya, srácok. Ő még amúgy a leveleken is ugrál, tehát hogy ő annyiban menőbb, hogy ő még a leveleken is ugrál. Az lesz az utolsó. Aha, jaja. Épp azt akartam mondani, hogy ezt nem merem bevállalni, de meg lehet csinálni. Annyira gyanakó vagyok, hogyha e-mailt kapok bárhonnan, még egy webshopról is, soha nem a benne levő linkre kattintok, hanem elmegyek az oldalra és ott intézem. Nagyon helyes Fumi Rossi, ez a legbiztosabb. Ez a legbiztosabb. Ezt nagyon jól csinálod. Köszi, köszi. És a regisztrációt kell megerősíteni? Hát azzal nem nagyon lehet mit csinálni, Pedi. A regisztráció megerősítést azt úgy érdemes csinálni, hogyha ilyen szuper biztonságosan, szuper szépen akartok, persze hát nem él mindenki így, meg nem is akar mindenki így élni, de hogyha lehet javaslatom, akkor a regisztráció megerősítését mindig egy olyan böngészőbe csináljátok, amit nem szoktatok használni, és annak is az inkognitó részébe, és akkor az a tuti, úgy nem férnek hozzá semmitekhez. Legalábbis a lehető legkevesebb mindenhez. De ez nem csak a megerősítő e-mail címekre, hanem így a legtöbb linkre vonatkozik. Főleg amióta sessionöket meg cookie-kat lopnak. Mert az új kari. Az esetnek van olyan része, ami biztonságos böngészés hoz létre, eleve titkosítva küld minden. Na, Bon Dry Dűne. 2.15. Na várjál. Elena. Ezt a pályát is amúgy szeretem.
fájja, nem baj. Előre kezdjük. Hát ez ostobaság volt. Aha, ott lehet nyomni majd egy skipet. Na hát ezt előre is kezdjük akkor. Ha lehet, akkor magyarul kommunikáljátok itt esetben, ne ilyen különféle mordori nyelven megkülfeltél. Mármint, hogy ez akinek inge, tudjátok. Velem a legdurvább ilyen dolog, ami megtörtént, ilyen feltöréses szituáció, az az volt, amikor ellopták az Origin accountomat úgy, hogy nem jött e-mail az e-mail változtatásról, és nem jött SMS az SMS változtatásról, és a csak telefonomon létező kétlépcsős azonosítást is kikerülték. Az eddig a legdurvább dolog, ami így velem megtörtént. Az Origin accountommal. Mert azt egyszerűen nem értem, hogy azt egyszerűen nem értem, hogy hogy történt. Tehát meg ott biztos, hogy az Origin-nek az adatbázisához fértek valahogy hozzá, vagy én nem tudom, de hogy a két lépcsőst hogy kerülték ki? Hogy kerülték ki a Gmail e-mail címben való belépést? Az Origin reagált rá, persze meg kellett adnom az utoljára vásárolt játékomhoz tartozó CD kulcsot. És visszaadták. Úgy érzem, ezzel a pályával is el leszünk. Lehet elintézték a customer support, hogy kizárták magukat a fiókjukban? Hát de akkor is arról SMS, tehát arról e-mailnek kell jönnie, hogy ilyen dolgok történnek. Janiék YouTube csatornájában session lopás volt. A session lopkodások meg azok eléggé ilyen új keletű dolgok. Ez meg 2016-15-ös történet. Itt nem éri meg driftálni az a helyzet. Hát jó, csak nehéz egészséges szinten tartani szerintem a gyanakvást egyébként. Hát hogy van, aki nem gyanakvó, van, aki meg túlzottan gyanakvó. Nehéz ezt egészségesen csinálni, Fumi Rossi. Szerintem.
Hát nem tudom ezt amúgy, hogy... Ezt hogy kell megcsinálni? Ó, és itt is van shortcut. Oké, akkor majd arra kell elhasználjuk. Hát most... Nem baj. Na hát az... Jó. Én ezért nem is válaszolok egy munkai e-mailemre sem. Nagyobb évbe kell kerülni. Hát ezt nem vágom. Oké, itt meg később kell, itt meg később kell. Hamarabb kell leérnünk amúgy valószínűleg. Hamarabb kell leérni, ott az a trükk. Az a trükk, és utána pedig driftelni. Így van Fumirossi, pontosan így van, ahogy mondod. Megvilágosodtam. Jaja. Oké, ez lesz az. A végén azt a driftet majd nem tudom, hogy csináljuk meg. Hát... Erre most nem vagyok büszke, srácok. Most kb. Nem szabad hibáznunk.
sokkal hamarabb kell. Á, és ő tartogatta a végére. Nem baj. 2.16. Ez jól hangzik, Adri. Nem lesz már soha hard mode? Kérdőjel, a kedvenc streamém voltak az R6 hard módok. Miért? Olvastál valahol olyat, hogy megszűnt a hard mód? Ilyen csak sosincs közös érten. De az, hogy most nincsen, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne a jövőben. Basszus. Volt még amúgy egy. Á, jó. Olyanok vagytok, mint az idősebb zenekarok, néha összeálltak egy-egy koncertre. Édes Istenem! Nem tudom, srácok, én nem vagyok az a titkolom a dolgokat. Mármint, hogy így most, hogyha így nem lenne jó valami a hard mobba, arról nyilván tudnátok. Még hogyha két évvel később, vagy három évvel később is, de hogy én... izé, nem... titkolok ilyen dolgokat meg, szerintem elég jó a kapcsolat.
így egymás között. Mert izé, ha jön valami játék, akkor úgy is nyomjuk. Most így ami a legesélyesebb az, hogy kódrédezünk. Francba. Kódrédezünk az a legesélyesebb. Vagy hogyha jön valami olyan game. Na itt pont azt csinálta meg, amiről azt mondtam, hogy nem szabad. Mindegyiket el kell találni, ugrani kell. Sokkal hamarabb kell földet élni, jó. Na ez amúgy most különösen jó volt. Mizuzoi? Lehetett volna egyet ugratni, az belefér. Azt a shortcutot meg kellett lépni, látjátok, az amilyen sokat adott időbe. Úgy érzem, egyre nehezebb. Egyre nehezebb, srácok. Köszi szépen. Oh yeah! Na és akkor... Bowser kastélya. Na ezen is voltam már párszor, ezt is amúgy szerettem. Hú, basszus. Azt hittem jobban fogunk haladni. Szerintem még az a helyzet, hogy még a felével se vagyunk meg. Jó a start. Legalább itt jó a zene. Húha, ez... Nem baj. Bármilyen lesz az eredmény, ezt végig kell nyomjuk. Hát itt már hamarabb kell driftálni. Jó, ez biztos nem, ezt így már biztos nem.
azt hittem, hogy ezt elkapjuk. Aha, tehát valami ilyesmi, csak oda följebb kell majd menni, aha. Túl nagy volt az ív. Ne, nem néz őket megvenni, csak nem szabad hibázni, ahhoz pedig durva pályaismeret kell. Sokszor azt hiszed, egy pályáról ismered, de még menet kell rajta 30-ra és csak akkor. Ja. Ja. Na nézzük, mi a különbség. Nem mutatja? Akkor nem nézzük, mi a különbség. De kár, hogy ott nem tudtam ugrani. Francba. Egy ilyen hiba nem fér bele, hogy leessünk a pályáról és fölemeljenek onnan, tehát az egyáltalán nem fér bele. Itt az volt a gond, hogy úgy éreztem, hogy nyomom a gombot, de valójában nem nyomtam. Na, valami ilyesmit kell majd csinálni. Még egyáltalán nincs meg. Szevasztok srácok, üdv mindenkinek!
Oké. Oké. Tehát, hogy ez írtó állnaki volt. Az, hogy pofán küldött egy kődarab, ezt nem kívánom kommentálni. Mert abban annak őnek megy. Ezeket a hullámokat jól ki kéne használni. Itt nem tudom, mi volt a probléma. Valamiért nem kezdett el driftelni, ezt nem vágom miért. Tehát az ugrás miatt. Amúgy, ja, az ugrás miatt. Sem ugrattunk sajna. Igen, itt nem kéne ugrani. Pont úgy jött ki a lépés, hogy akar... tehát, hogy véletlen ugrok. Tehát, hogy az ugrás közben megy ez a cucc. Ez meg túl gyors volt. Tehát, hogy amikor levegőbe kerülünk, akkor nyomom meg a gombot. Hogy elkezdjek driftálni. Jó, tehát az ökölnél nem tudunk elmenni befele. Na hát ez... Jó, hát ez... Tehát ott meg elfelejtett, hogy nem szabad driftelni.
láncba, hogy itt nem tudtam ugrani. Megzavart. A bot megzavart. Na hát itt meg nem drifteltünk. Az durva, hogy ő még közben tudja gyűjteni a coinokat is. Megint itt előzni fog. Eltűnt a driftelésem menet közben. Tehát, hogyha itt sikerül az ugrás, akkor nem szabad driftelni. Ez új rekord, nem? Nem lett új rekord? Azt hittem. Ja, szoros volt a vége.
ő nagyon jól kihasználja azt, amikor Bowser ütöget. Azon kell majd javítani. Sikerült ráverni. Sok az előnyünk. Köszi, köszi. Ez kimerítő volt. Ez kimerítő volt. Mondjam azt, hogy bevállalunk egy utolsót. Ó, hát srácok, a végétől nagyon messze vagyunk. Ó. Még sokat meg kell csinálni. Főleg mivel nem régóta figyelünk erre, hogy a hogy hívjákokat kell megelőzni. A stavgosztokat. Sokkal hamarabb kell elkezdeni. Még hamarabb, basszus. Túl korán kezdtük el nyomni. A coin számít, aha. Az határozza meg a végsebességét a kocsinak. Úgyhogy azt is kéne gyűjteni amúgy.
Nem tudom, miért nem ment most az ugratás. Teszem a végét te PS-en. Az nice kapcsi. Most rossz start, nem baj. Még hamarabb, tudja. Ez az utolsó, amit ma gyakorlunk. Úgy érzem magam, mintha valami speedrunra gyakorolnék. Rendesen. Ezzel a kanyarral 10 coinnal meg pláne meggyűlik a bajom. Te bassz most meg. Az helyzet, én elvettem a... Tehát elvettem a kezem a gázról, és még így is rossz volt. Adrinia jöhetne letörölni a homlokon? Hát kb. Kb. Nem tudom, hogy fogom tudni megcsinálni többször. Rossz. Tehát, hogy balra kezdte kitenni a hátulját. Ez is egy 20 perc lesz. A legrosszabb ebbe a pályába az, hogy le lehet esni. Rengeteg helyen le lehet esni. Képzeljétek el, mielőtt indítottam volna ma amúgy a streamet, pont azt néztem, hogy valaki a magyarok között streameli a nemrég megjelent Mario filmet. Egy Nintendo-s filmet streamel. Azért csúnyán lehet, ha, tehát hogy eleve a filmek streamelésért csúnyán lehet kapni, már hogyha észreveszi a Twitch. De hogy még Nintendo-s filmet streamelnek, azért ahhoz kell pofa. Jó. Lehet, hogy, oké. Okay. Tü-t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 ü
Ja. Úgy nyomtam, srácok, a nitrót, hogy nem volt gáz. Mármint a driftet. És csodálkoztam, hogy olyan furán viselkedik az autó. Jó ég, te jó ég, te jó ég! Ez a pálya kezdi belőlem kihozni azt, amit... Ez a tryhardolás kihozhat emberekbe. Jó. A kedvességet így van. Menjünk alul. Ezt a pályát meghagyjuk a jövő ihenterének. A jövő ihentere majd megküzd ezzel a problémákkal. A jelen ihenter azt mondja, hogy majd megszív. Majd megszívja más. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis Mario kártozás. Ez volt a 8. stream ebből a játékból. Hát nem holnap fogjuk elővenni, hogy újra grindoljuk az arany kereket, de már úton vagyunk afelé, hogy az úgy meglegyen.